12 kilométer kúszva, mászva, kötélen lógva, vagy éppen pocsolyában rejtőzködve. Ez várt azokra a katonákra, akik egy pápai túlélő versenyen bizonyították rátermettségüket. A túlélő verseny szervezői szerint az idei pálya néhány újdonságot is tartalmazott. Ezeknél a versenyzők általában a tervezetnél több időt töltöttek el, vagy éppen kihagyták a különösen nehéz akadályokat. A pálya elején a feladatok még akár egy edzett laikus számára is végrehajthatónak tűnhettek a negyedik pápai túlélő versenyen. Később azonban már keményebb akadályok jöttek, melyeket természetesen időre kellett teljesíteni. Az egyik legnehezebbnek a vízből történő kötélmászás volt a versenyzők szerint, de akik nem először indultak, azt mondták, hogy összességében az idei könnyebb volt, mint a tavalyi. Úgy érzem, egy nagyon picit csalódtam, a tavalyi sokkal nehezebb volt, sokkal több volt az erőléti elem, úgy gondolom. A tavalyiban az idei inkább én véleményem szerint inkább futósabbra sikerült. Picit a tavaly nehezebb volt, viszont egy több logikát kellett belevinni a feladatokba. Hát sajnos hibáztam egyet, ez nagyon nem tetszett, viszont egyszerűen a lábam miatt nem tudtam ezt megcsinálni hibátlanul. Nem is volt egyszerű a vízből kötélen felmászni a levegőben lógó deszkákra, de azért sokan, köztük még nők is teljesítették ezt az akadályt. Három hibaponttal végeztem a pályán. Kellett segítség mindenhol, tehát ugye a biztosítás, a lelkesítés az mindenhol kell. A több mint 180 versenyzőt komoly kihívás elé állították a szervezők. 32 akadályunk van, változtattunk jó párat, jó olyan összetett akadályokat is felépítettünk, amiben a versenyzőknek úgy érzem azért zöme jobb, a több időt fog eltölteni, mint amennyit szeretne. A versenyzők 12 kilométert tettek meg csúszva, mászva, kötélelógva, vagy éppen szinte pocsolyában kúszva. Valamennyien azt mondták, hogy megérte eljönni, mert ez a túlélő verseny igazi kihívás számukra.